Több mint 70 lezárt útszakasz, elakadt kamionok, tömegesen hiányzó iskolások, és még lehetne sorolni a napok óta tartó havazás és viharos szél következményeit, mely ma reggelre szinte megbénította a Nyugat-Dunántúli életét. Zala, Vas, Veszprém és Győr, Moson-Sopron megyékben sok helyen korlátozni kellett a kamionok forgalmát, de személyautóval sem volt biztos a célba érés. Az ország nyugati határait órákra le is zárták a teherforgalom elől. Délutánra aztán már jelentősen javult a helyzet. Délben csúszott az árokba ez a kamion Zala megyében Újudvar közelében. A nagykanizsai tűzoltók mentették ki az elakadt járművet. Az elmúlt napokban számtalanszor fordultak elő hasonló mentések. Kamionok, személyautók akadtak el, de még hóekét is kellett menteni az éjszaka. Már akkor látszott, hogy reggelre komoly gondok lesznek a közlekedésben a hatalmas hóvihar miatt. Ennek a kamionosnak a hangját sem lehet hallani, akkora vihar tombolt Szombathely közelében éjszaka. Ő is elakadt, csak segítséggel tudott tovább jutni. A városból kivezető utak jó részét lezárták, mert nem tudták azokat takarítani. Ezt a buszt sem engedték tovább, az utasok leszálltak és gyalog indultak haza. Az a natra? Igen. Ja, értem, és nincs az messze innen? Hát, egy kicsit. Milyen messze van körülbelül? A Nyugat-Dunántúlon mintegy 100 utat zártak le a hóakadályok miatt. Ezeket nem volt érdemes tisztítani, mert a hóekék után pár perccel már újabb torlaszokat épített a szél. A főutak nagyjából járatok egy nyomon. Nagyon sok a hóátfúvás a városban, az utak havasak, jegesek. Téli gumival lehet közlekedni, de akinek nem muszáj, az nem nagyon érdemes, hogy elinduljon. De nincsenek egyre az útfenntartók a helyzet magaslatán, úgy gondolom. A lezárt utak miatt késtek a buszok, és kerülőre kényszerültek a szállító járművek is. Az iskolákból pedig nagyon sokan hiányoztak. Volt olyan intézmény, ahova a diákok alig több mint fele tudott eljutni. A mai napra a feltámadó erős szél miatt az iskola buszaink körül csak egy tudott beérkezni, így a 246 tanulóból 115 gyermek hiányzik a mai napon. Akik bejutottak az iskolába, azoknak is kijutott a jóból, mert kihasználva a friss és tapadós havat hatalmas hócsatákat vívhattak. Délutára egyébként mindenhol elállt a havazás és a szél is mérséklődött. A meteorológusok szerint nem várható további hó, így holnapra már jelentősen javulhat a közlekedés biztonsága a Nyugat-Dunántúlon. Mentőautóban rekedt szülőnőn is kellett segíteni a Vas megyei Gencsapáti közelében, azt követően, hogy a mentő elakadt a hóátfúvások miatt járhatatlanná vált úton. A kismama szerencsére még időben érkezett a kórházba, és információink szerint a baba egyelőre csak ijeszgette a rávárókat, mert egyelőre mégsem kívánt megszületni. Számtalan balesetet okozott a havazás a Nyugat-Dunántúlon. Devecser közelében utasokkal együtt csúszott le az útról egy autóbusz, míg Uknál egy propán-butángáz szállító tartálykocsi fordult az árokba. Stábunk ma már nem jutott be arra a helyre, ahol a mentő a szülésre váró anyukával elakadt, ugyanis az utat annyira befújta a hó, hogy lezárták a forgalom elől. A kismamával Kőszegről indult a mentő Szombathelyre. A Szombathely előtt néhány kilométerrel feltorlódott egy keresztbefordult jármű miatt a forgalom, és ott 10-15 percnyi várakozásra kényszerült a mentőegység. Végül az akadályt elhárították, az utat felszabadították, és szerencsésen a kisbaba megszületése előtt beérkeztek a kórházba. A kismama jól van, de utolsó információink szerint a kisbabája még nem született meg. Szerencsésen megúszták ennek az autóbusznak az utasai a Veszprém megyei Devecser közelében, hogy a jármű az árokba csúszott. A sofőr hiába próbálta, már nem tudta irányítani a csúszós úton a buszt. Ott látszik ott a csapa, ott gyilpalmon van, úgy ott ment a kerék, nem tudtam arra menni, már ilyen hó. Nem történt személyi sérülés akkor sem, amikor Uk közelében borult árokba egy propán-bután gázt szállító tartálykocsi. A mentésre órákat kellett várni, mert először a veszélyes anyagot át kellett fejteni. Egy másik sofőr, aki a feltorlódott sorba rekedt, azt mondja, hogy tábla nem jelezte, hogy ez az út hóakadályok miatt le van zárva. Arcát és nevét kérte, hogy nem utassuk. A közútkezelő információ szerint lezárták ezt az utat, kiadtak egy közleményt, de kiderült, hogy sem a rendőrség, sem a gépkocsi vezető, akik itt közlekedtek, nem láttak semmiféle ilyen jelzést, tehát gyakorlatilag ők azért hajtottak be, mert nem volt jelzés. Az út le volt takarítva egyébként egy nyomsávon. A helyszínen a katasztrófa védők is ellenőrizték, hogy nem szivárog-e a gáz a tartályból. Amikor már kiérkeztünk, már akkor le lett zárva az útszakasz teljes hosszában. Az igazából két kisebb falu közötti átkötő út alacsony forgalommal, tehát ugye az életben nem okoz nagy fennakadást. A bajba került tartályautót végül a veszprémi tűzoltók speciális darujának segítségével húzták ki az árokból.